Négy szem közt címmel nyílt tárlat a Várfog galériában. Erről fogunk beszélgetni Dilman Vanda művészet történésze. Sok szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Szia, én is sok szeretettel köszöntök minden nézőt. Mit lehet tudni a kiállításról, kinek az alkotásait láthatják az odalátogatók? Két alkotónak a, a műveit láthatják a mostani kiállításon, ami azért érdekes, mert a, a két művész, Lucien Ervé és Rodolf Ervé, apa és fia az ő fotográfiáiból mutat be egy, egy válogatást, teljesen más emberek voltak, sajnos már egyikük sem él, egészen más életutakat jártak be. Lucien Nervé, ugye ő az édesapa, aki, aki tényleg egy világhírű fotográfus, ő Magyarországon született, Hódmezővásárhelyen, Elkán László néven, aztán végül is viszonylag hamar, 20 éves kora körül Párizsba emigrált, és végül is Párizsban is élte le az életét, ott lett befutott fotográfus. Az ő neve onnan lehet ismerős, hogy Le a, a nagy építésznek, a 20. század tényleg egyik legnagyobb építészének volt a, az úgymond hivatalos fotográfusa, nagyon sokat dolgoztak együtt, és a Lucien Hervé fotóit egy, egy nagyon... Nagyon szigorú rend, egy szigorú felépítés jellemzi, nagyon letisztultak a kompozíciói, általában fekete-fehér képeket látunk a kiállításon, ahol a fény és az árnyék, ezeknek a, a hatásai nagyon-nagyon fontosak, és tényleg egy, egy ilyen letisztult, geometrikus, átlátható világ az, amiben amibe bekerülünk az ő művei által. Ezzel szemben Rodolf Ervé a fia, aki mondjuk fotográfiával Lucien, nyomán, ugye az apja példája nyomán kezdett el foglalkozni, de mégis egy, egy teljesen teljesen más világot alakított ki. Az ő munkáira inkább jellemző az, hogy hogy sokkal expresszívebbek, akár a szürrealizmus felé is hajlanak, nagyon éles ellentétek is vannak, egyes képeken a lírai kompozíciók, máshol a drámai képek kerülnek hangsúlyba, és, és végül is az egész kiállítás kiállításnak a tematikáját az az adja, hogy mindig egymás mellé állítunk egy Lucien és egy Rodolf RV képet. És ugye, amint elmondtam, maga, maga a, a, mód, ahogyan ábrázolnak, az, az teljesen, teljesen más, szóval általában ezt könnyen meg lehet mondani, hogy melyik a Lucien és melyik a Rodolf RV kép, viszont van egyfajta közös szellemiség, ami, ami, mégis áthatja a műveket. Itt gondolok arra, hogy, hogy például a társadalmi érzékenység sok esetben megjelenik egyfajta társadalomkritika, vagy éppen humor, irónia, és, és végül is ez az, ami, ami átvezet az egész kiállításon, hogy ilyen tartalmi vagy formai kapcsolatok minden egyes képpárnál ott vannak. És akkor ezt gondolom, ami megjelenik a művészetükben, ezt nyilván az életből hozták, akkor ez jellemző volt, hogy a fiának egy kicsit szélsőségesebb is volt az életem, még édesapjának? Abszolút, abszolút, ez pontosan így van. Rodolf Ervé ő 57-ben született, és már Párizsban született, és az ő esetében például az érdekes, hogy, hogy 1989-ben ő Magyarországra jön, pont akkor ugye a rendszerváltás napjaiban, 89 utol napjaiban érkezik Magyarországra egy egy kiállítási meghívás nyomán, tehát például ez is ellentét, hogy míg az apja ugye Párizsba ment, ő a Párizt hagyja el Magyarországért, és, és 89 után, a 90-es években le is telepszik Magyarországon, és az Underground szintérnek egy egy nagyon fontos szereplője lesz, sok képén egyébként ez is jelenik meg a, a kiállításon, ténylegesen benne volt itt a a magyar élet sűrűjében. Természetesen itt olyan szélsőségekre is kell gondolni, mint, mint akár ugye a, a, az éjszaka világa, tehát ő, ő, ő Rodolf Ervé, ő azért is élt rövidebb életet, vagy, vagy halt meg hamarabb, mert ő nagyon intenzíven élte az életét, és, és ez, a, ez, a, ez, az expresszivitás az, ami, ami igazából a képeiben is kifejeződik, ez a lázadó természete akár. Egy alkotónál kevésbé fontos az, hogy ő milyen nyelvet beszél, de azt lehet tudni, hogy ő beszélte magyarul egyébként? Persze, ugye a szülei, mind, mind az apja is magyar származású volt, de az édesanyja is magyar, Magyarországról, vagyis hát ő Erdélyből, de, de magyar nevelést kapott abszolút, és, és utána utána ezért is jött ugye a magyarországi az a gondolat, hogy vissza a gyökerekhez, és, és Magyarországon is tényleg mondhatjuk azt, hogy hogy itt itt aztán megtalálta a helyét. Milyen módon jelenik meg egyébként a nemzeti identitás kérdése, akár az egyik, akár a másik alkotónál. Erre nem, szerintem ezt nem, nem nagyon láthatunk ilyen képeket, inkább azt mondanám, hogy hogy egyetemes eszméket jelenítenek meg, sokkal inkább mint hogy, mint hogy egy, egy nemzeti témakört. A képeknél nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy mindig a, az ember, emberek a főszereplők. Az, hogy, hogy, hogy még hogyha a Lucien Hervé építészeti fotóin is látunk embereket, akkor sem a, az épület a, a fontos, illetve az is fontos, de inkább az a kapcsolat, ahogyan mondjuk azt tudja bemutatni ezzel, hogy, a, hogy az ember hogyan tud a, a környezetében élni és a környezetéhez viszonyulni. Tehát de tényleg ezért ezért ilyenek vannak a kiállításban, hogy, hogy, hogy tényleg a szociális érzékenység, vannak olyan képpárok, amikor az egyik képen egy, egy kezet látunk, a másik képen egy, egy, lábat, és, és a két kép nagyon szépen megmutatja a, a társadalmi különbségeket. A, a lábas kép az, az, Indiában készült, egy ilyen teljesen poros, nagyon vékony láb, amit látunk, a másik kép pedig Bécsben egy templomban egy, egy idősebb nőnek a, a vaskor karjának a részletét mutatja be. Tehát de tényleg az, hogy, hogy, hogy az egyes, a világ egyes részein milyen különbségek vannak, ez, ezeket nagyon szépen bemutatják ezek mutatják ezek a képek. Meg lehet állapítani egyébként egy, -egy kép képről a, az életükből kiindulva, hogy, hogy ezt valószínűleg a, ebben a korszakban alkotta a fotós? Igen, szerintem, szerintem nagyon sokszor egyértelmű, hogy, hogy mikor lehetett, hogyan, milyen környezetben van. Egyébként az, az nagyon érdekes, hogy a kiállítás viszonylag hosszú, vagy igen hosszú távot ölel fel, mert az első kép, a legkorábbi kép az 38-ból való, 1938-ból, míg a, a legkésőbbi ez a 90-es évekből, tehát ez majdnem egy 60 év, amit, amit bemutatunk a tárlaton, és ugyanúgy, eh, ahogy már az előbb is említettem egy picit, eh, különböző területeken készültek, tehát hogy a világ minden táján készültek eh, ezek a fotók, és eh, tehát hogy első pillantásra ez egy nagyon sokszínű, vagy egy nagyon nagyon táganyag lenne, de mégis azáltal, hogy ezek a, ezek a képpárok, ezek az egymásra rímelések, összekacsintások ö, megjelennek a, a tárlaton, egy nagyon egységes ö, vonal az, ami, ami végigvezet minket, és, ö, és, és is vezeti a, a látogatót. Mindketten nagy utazók voltak? Igen, abszolút. Ö, Lucien Hervé ugye a Le Corbusier után más fotósok, más építészekkel is elkezdett együtt dolgozni, ugye az ő épületeiket világszerte fotózta, de nem is csak az építészetkel dolgozott együtt, hanem hanem akár különböző katedrálisokat is fotózott, tehát tényleg beutazta a világ minden táját, Indiát, és voltak olyan utak például, amire akár maga a fia is elkísérte, míg... Míg, olyan, míg mondjuk ő is Franciaországban élt, vagy, vagy segített az édesapjának, de aztán, aztán utána, amikor mondjuk már Magyarországon volt, akkor is nagyon sokat utazott, és tehát mindketten nagyon-nagyon sokat utaztak, nyilvánvalóan ez, ez mindig egyfajta inspirációs forrást jelentett, és, és tovább lendítette a művészetüket. Milyen volt egyébként a kapcsolat apa és fia között? Alapvetően egy jó kapcsolat volt köztük, viszont ugye, hogy már említettem is, egy kicsit tényleg egészen más személyiségek voltak, és éppen ezért habár egymástól is nyilvánvalóan tanultak, főleg a, a, fiú az apától, nem csak a fotográfia, de ez az, egész nevelés. Természetesen ez egy, ez egy nehéz dolog, de, de azért mindig is egy, egy szoros kapcsolat volt köztük, és, és talán ezért is jó ez a kiállítás, hogy, hogy ezt is megmutatja, hogy, hogy itt nem egy, nem egy, olyan hatás van, hogy, hogy mindig az apa hatott a fiúra, és mindig próbálja akár utánozni, hanem azt mutatja be, hogy ez, ez inkább egy dialógus a két művész között, hogy ez nem csak egy apa-fia kapcsolat, hanem, hanem két művésznek is a kapcsolat, a két fotográfusnak, akiknek ö, a munkája ö, akár mondhatom azt, hogy megtermékenyítően vagy, vagy termékeny hatással van, van egymásra, és, és a kiállításnak szerintem ez egy, ez egy nagy erénye, hogy, hogy, nincsenek ilyen hangsúlyátolódások, hanem, hanem ténylegesen meg tudja ezt mutatni, hogy, hogy, hogy ez hogyan, hogyan működött gondolom az, hogy, hogy ilyen szinten lelkesítették és motiválták egymást, az azért járt konfliktussal is. Erre is van példa egyébként a kiállításon, ahol, amely mondjuk egy-egy összekacsintás vagy párbeszéd egyfajta konfliktust kommunikál? Képeken belül nincsen igazából, tehát hogy hogy olyan, hogy, hogy konfliktus lenne a két művész között, olyan nincs. Olyan van, hogy, hogy például teljesen más, másra fókuszálnak, de mégis ez párba van, van rendezve. Egy, egy ilyen kedvenc képár a, kiállításon, amikor Rodolf Ervének egy vágóhidi jelenete tét láthatjunk, nagyon közelről fotózott le egy állatnak a bordázatát, tehát egy ilyen nagyon piros, nagyméretű, véres képet kell el és mellette van Lucien Ervének egy letisztult építészeti fotója, ami egy finországi gótikus katedrálisnak a mennyezetét ábrázolja. És ha már most lehet, hogy így első pillantásra ezt nem lehet elképzelni, hogy hogyan jön össze, de mégis a két képből azt látjuk, hogy hogy ugye a gótikus katedrálisnak a szerkezete az abszolút visszamegy a, a bordázatnak a struktúrájára. Tehát képileg szinte ugyanazt látjuk a, a mennyezeten megjelenni, a, ott is ugye bordáknak nevezzük ezeket a, a, az íveket, mint ami megjelenik a, a, a bordázatban. Az állatnak a, a testében. Tehát ez, ez például egy ilyen, hogy, hogy teljesen más megfogalmazásban szól, mégis formájára kapcsolódik, és, és végül is ez az egész arra utal, hogy akár az építészetben, vagy bármit, amit, amit felépítünk, ami, ami struktúra, abban, abban nem is kell olyan messzire menni, hanem csak vissza kell menni a, a természethez, és, és az ott lévő, meglévő dolgokat kell adaptálni. Sok képet kellett egyébként szelektálnatok, hogy mi az, ami bekerül a kiállításba? Igen, ez ez nagy munka volt, és itt még azt fontos megemlíteni, hogy az özvegy Judit Ervé, ő még mindig él, Lucien Ervének az özvegye, és ugye Rodolfnak az édesanyja, ő, ő Párizsban a, a hagyatéknak a, a kezelője, abszolút, és, és maga a kiállítás az az ő ő munkáját is dicséri, hiszen a, a, a képpároknak a válogatása az az az, az ő... ő, ő feladata volt, úgymond, és végül is mi ezekből a, a, kiválogatott képpárokból egy olyan, egy olyan válogatást hoztunk létre, amit, amit adaptáltunk ugye a saját galériánknak, a Várfog galériának a, a, terére. Tehát ez, 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 egy nagyon fontos dolog, hogy, hogy a párizsi örökösökkel ez egy nagyon szoros együttműködés volt, hogy, hogy megvalósulhatott ez a kiállítás. Mikor látható a kiállítás, illetve meddig? Ő, már ugye megnyit, és március 14-éig lesz ö, egészen ö, ked és szombat. Vagyunk. Kettől szombatig vagyunk nyitva, és 11-től 18 óráig. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és hát minél több látogatót kívánunk a Várfog Galériának. Köszönöm.